A nyári szünet végéhez közeledve egyre többször fordul elő, hogy a gyerekek elfoglaltság hiány az unalommal küzdenek. Persze a nyomógombos kütyük lekötik a gyerekeket, de hát a nyár nem feltétlenül a gombok nyomkodásáról szól. Bátaszéken különböző táborokban elfoglalhatták magukat a srácok a tánccal, az énekléssel, azonban a Felvidék Néptánc Egyesület által szervezett népi játszóház máshogy közelítette meg a dolgokat. Mert ebben az egy hétben a gyerekek a kézügyességüket fejleszthették. Színeztek, kézműveskedtek, vagy agyagból formázhattak tárgyakat. Kézműveskedünk, meg táncolunk. És miket kézműveskedünk? Ilyen nyuszit, meg ilyen agyagból ilyen figurákat, meg még ilyen nyuszit. Csináltam egy ásatást Durmából, úgyhogy nem tök jól sikerült. Laki Hanna is részt vett a nyúl készítésében. A kislány azt mondja, nagyon szeret segíteni, és örült annak, hogy a táborban lehet. Csináltunk ilyen zokniból nyúszikat, meg agyagból ilyen szívecskéket, meg színeztünk cicákat, meg csináltunk még nyúszikat, meg agyagból csináltunk ilyen szívecskéket, ilyen figurákat, meg többet nem. Mit segít? Táncoltunk. Mit segítettél a nyuszi elkészítésében? Hát azt, hogy fogtam meg a nyuszit, és úgy meg a segítők meg rátekerték a madzagot. Kalmár Éva a Felvidék Néptánc Együttes és a tábor vezetője azt mondta, hogy igyekeznek változatossá tenni a programokat, és inkább meseközpontúvá tenni azt, hiszen így könnyebb lefoglalni a gyerekeket, és visszaszoktatni őket a csoportmunkára, ami jól jöhet akkor, ha szeptember elején ismét elkezdenek járni az óvodába, vagy visszaülnek az iskolapadokba. Minden nap egy tematika alapján dolgozunk, tehát népmesét dolgozunk fel, ahhoz kapcsolódóan énekeket, játékot és különböző foglalkozásokat találtunk ki a gyerekeknek. A mai nap témája az a Macska és az Egér barátsága című mese volt, amit meghallgattak reggel a gyerekek, utána énekek, táncok, játékok kapcsán feldolgoztuk, és most itt a végén, a kézműves foglalkozáson pedig macskákat készíthetnek, színezhetnek, zoknibábokat készíthetnek, illetve nyakláncot, agyagból szívecskét, cicát, vagy akinek éppen amit tetszik, azt majd kiszárítjuk, és akkor nyakláncra felfűzhetik a gyerekek. Kalmár Éva szerint hasznosak ezek a táborok, mert fejlesztik a gyerekek kézügyességét, és megnyit egy másik világot azok által a mesék által, amiket megnéznek és feldolgoznak. Kicsit visszatérnek az elektronikus eszközök nélküli, emberközpontú világba.